Gonna stay in this moment. Gonna lay here on the grass. Sziasztok! Sziasztok! Én most nem tudok integetni, mert egy boróka van a kezemben. Most ébredt éppen. De itt vagyunk Tukirmamiéknál. A lakás szülés előtt láttuk, éppen belevágtak a felújításba. Hát valami csoda. Gyakorlatilag egy új házba érkeztünk. Így van. Nagy az öröm? Na. Igen. A vágyak teljesültek. Otthon teremtési sorozatunkban nézzük meg az ő történetüket. Kezdjük az elején. Ivett és Gyuszi is nagy családban nőttek fel, amit imádtak, így ők is több gyermeket szerettek volna. Ezért még inkább tragédiaként élték meg, amikor a közel 30-as elvált mesterfodrásznő és tinédzserkori bálványa menthetetlenül egymásba szerettek ugyan, de meddőnek nyilvánították őket. Végül határtalan boldogság volt, amikor megérkezett első kislányuk Eszter az oroszlányi albérletbe. Hát leültünk ugye megbeszélni, hogy hát lehet, hogy kéne venni egy saját kecót most már. Én ragaszkodtam hozzá, hogy maradjunk oroszlányon. Ivetnek hála, találtunk egy gyönyörű szép családi házat Bokodon. Tupirmami és Gyuszi a városi albérletből saját lakásba vágytak. Tudták, hogy három gyermeket szeretnének, velük azonban már nem akartak költözni. Vegyük meg álmaink otthonát egyszer, és akkor maradjunk ott életünk végéig. És ez lett ez a ház. Eljöttünk ezt a házat megnézni, beléptünk az ajtón, és akkor mondtam, hogy ez lesz az a ház, amit meg fogunk venni. Mert minden benne van, amit mi szerettünk volna. Minden. Igen. És mindenkinek van hely. Mindenkinek. Igen. Külön szoba mindenkinek. Megegyeztünk annak a tulajdonosával, amely ingatlanban el tudjuk képzelni a jövőnket. Ez a falusi csokos kritériumoknak megfelel. Minimum falusi csokos településről van szó. Akkor beballagunk a bankba, megkapjuk a tájékoztatást, kitöltjük a formanyomtatványokat, csatoljuk a szükséges mellékleteket, benyújtjuk a pénzintézetek, és a pénzintézet rá fogja mondani az igent. Közben megszületett a második baba, Kristóf, és a család arra gyűjtögetett, hogy felújíthassák az otthonukat. Annyira szerettünk volna felújítani meg mindent, csak nem találtuk meg a módját, és akkor pont akkor jött be, hogy segítik a fiataloknak, hogy felújítsák a falusi házat. Falusi csoknak köszönhetően el tudtuk kezdeni ugye a lakásfelújításunkat. 19 év közepén indult, és a két év alatt 24 ezer család szerződött már a pénzintézetekkel falusi csok támogatásra. Hogyha átlag kettő gyermekkel számolunk, ez 100 ezer embert jelent. Tehát 100 ezer olyan ember van ma a magyarországi falvakban, aki azért maradt helyben, vagy pedig azért költözött oda az adott faluba, vagy haza a faluba, mert hogy van falusi csok. De ez neked nagyon tetszik, amit van a szülemben. Úgy beszéltük meg, hogy a fürdőszoba WC-t, illetve a előszoba nappalit, meg a konyhát szerettük volna felújítani. Vagyis mindent. Igen. Tupirmami már a harmadik babát várta, amikor belevágtak a felújításba. A cél az volt, hogy boróka születésére minden készen álljon. Belépünk a szentélybe, na nézzük akkor. Cseréltünk bejárati ajtót. Látom, a padló is csodálatos, új, minden ragyog, mondjuk mindig nagy tisztaság van nálatok, ez igaz. Kicseréltük a fürdőszoba ajtót, és cseréltünk nyilászárót, fürdőkádat, és akkor megbeszéltük, hogy mi lenne, hogyha még egy WC-t csinálnánk a nagy család. A sarokkádat azt nagyon szeretjük mindannyian, úgyhogy azt mondom. Minden belefér, mint az étemben, három gyerekkel, a szülők. Így van, tehát próbáltunk minél nagyobb fürdőkádat. Külön öröm volt, hogy a 2000 fős Komárom-Esztergom megyei Bokod bekerült a falusi csok listára, így három gyermekkel jogosultá váltak az 5 millió forintos felújítási támogatásra. 5000 fő alatti településeken lehet igénybe venni. Azt mondják, hogy enélkül biztosan nem kezdtek volna korszerűsítésbe. Nagyon-nagyon sok lemondással járt volna, főképpen a gyerekektől kellett volna elvennünk, idézőjelesen. Hogy arra, hogy ugye ilyen gyönyörű szép lakásunk lehessen. 5 millió forintot kaptatok az államtól, falusi csok címszó alatt, és akkor előre megterveztétek, hogy mire mennyit akartok költeni? Nagyjából igen. Ez jó, előre tervezi az ember, hogy nehogy elfogjon a fürdőszobára. Igen. Burkolót kértük meg
adott egy munkadíjról egy árajánlatot, és akkor a szerint... Hát megmondtuk, hogy azért egy 20 évre csináljuk. Igen. Amíg a gyerekek ki nem repülnek. Így van. Na nézzük tovább. Igen, ez is a stílusában abszolút alkalmazkodik a fürdőszobához. Ah, nagyon jókat válogattatok tényleg. Na, igen. Nektek sok pakolóhely is kell természetesen. Két hónap alatt szinte mindent felújítottak. Azt tudjuk-e, hogy jellemzően mire költik a családok? Egy részben a felújításokról van szó, ahol valóban egy régi használt ingatlant kell korszerűsíteni, jellemzően energetikai korszerűsítéseket hajtanak végre, szigetelnek, nyílászárókat cserélnek. A másik részben pedig az a jellemző, hogy a gyermekek, további gyermek vagy gyermekek érkezése miatt bővíteni szükséges az ingatlan, de kell egy plusz szoba, vagy kell akár még egy fürdőszoba, mert olyan sok lett már a gyermek, hogy kevés lesz az egy fürdőszoba, és kell kettőt építeni. A kisboróka már az új házba született, így neki is van gyerekszobája. Méghozzá egészen friss és új. Jelvileg ide is hiányzik egy boróka felirat. A lényeg, hogy a kis újszülött beköltözhetett. Persze az alszűrésre is gondoltak a szülei, így a főutcára néző babaszobában és nappaliban nyílászárót is cseréltek. Három rétegű hangszigetelő. És nagyon jó. Megnézted? Meg, persze. Itt is cseréltünk ugye egy ablakot, mert ez is ugye a főutcára néz. Gyönyörű lett a nappali, és is új. Igen, ez is a vágyunk volt. Nagyon szerettünk volna ilyen téglafalat, meg lejjebb hoztuk a plafont is, és akkor tettünk oda is be világítást. Legyen fény! Igen. És a parkettát is kicseréltük, a járólapot itt is, tehát igazából mindent föl lett szedve. És hát a anyuka designer, ugye? Igen, amúgy Ivetnek nagyon-nagyon jó ízlése van. Hát a mi ízlés. És már azért piszkált engem, mert hogy nem igaz, hogy nem tudod mondani, hogy most ez jó-e, vagy nem mondom. Megbízom. Úgyis tökéletes. Ez miben más szerinted, mint ami akkor lett volna, ha a lakásban maradtuk három mindenben. Gyereket. Mindenben. Tehát az ugye, hogy azért egy 10 emeletesbe három gyereket felnevelni egy olyan helyen, ahol mindenhonnan jönnek a hangok. Ez hiányzott, hogy csend és nyugalom legyen. Hát, és mi a különbség a városi kertesház és a kisfalusi kertesház között? Hát maga a falu, tehát a közösség, családias. Meg vannak rokonok is, akik itt vannak a közelben, tehát minden másabb. Azért itt az ember a gyerekét is jobban kiengedi, mint egy városban. Azt érzékeljük, hogy olyan nagy igény van a falusi fiatalok részéről egyértelműen arra, hogy valamilyen ösztönző támogatást kapjanak ahhoz, hogy otthon maradhassanak a szülőfalujukban, mert hogy valóban ott van egy nagyobb életterük, kertjük, udvaruk, és itt tovább koronavírus járvány idején rendkívüli módon felértékelődtek ezek a körülmények. És belépünk a térbe, ahol az egész család mindig, hát valamikor 30-40-en vagyunk most. És hát ez a te táncterved, ahol mindig főzöl és rengeteg embernek. És most olyan lett, amilyet szerettél volna? Igen. Amilyet szerettem volna. És most már akkor 100 emberre tudsz főzni? Akár. Sütni, főzni, akármit. Én nagyon szeretem. Na gyere, menjünk, nézzük meg a gyerekbirodalmat, bátyus és nővérkéjét, oké? Okay? És itt vagyunk a nővérkét szobájában, Eszter is tervezhetett? Igen. Volt beleszólás? Hogyne, kis kérte magának, a színeket is ő választotta, rendeltünk ide pillangós tapétát, azt majd még a mesterember fölteszi. És érkezik hamarosan az ajtó. Is, igen. És akkor a Kristófnak is van külön rezidenciája. Ó, és megérkeztünk a fiú szobába. És Kristóf szívesen elfogadta. Igen, utólag azt hallottam, hogy nyugtatja ez a szín a gyerekeket. Igen. Ezek is szigetelnek, tehát hangszigetelők az ajtók is. Mit gondoltok, hogy nincsenek ezek a támogatások? Akkor mikorra lett volna meg ez az egész, vagy meg lett volna egyáltalán? Hát nem tudtuk volna most ezt előteremteni. Teremteni, igen. De viszont a gyerekeknek meg ugye sokkal jobb, tehát az ajtó, az ablak, lakok, tehát az már muszáj volt, mert az ajtó alatt is azért már télen azért bejött a hideg. És sokkal jobban szeretnek a szobáikban lenni. Így van, tényleg? Igen.
Jussi tudatos családfenntartó. Mindent kiszámolt előre, hogyan tudja a legoptimálisabb módon felhasználni a családjának járó kedvezményeket. Utána néztem, ugye, mert ezek olyan hatalmas összegek, ami megéri azt, hogy az ember utána olvasson ezeknek a támogatásoknak. Igénybe tudtuk venni a 10 millió forintos babaváróhitelt, az 5 millió forintos falusi csóknak a lakásfelújítási részét, 4 millió forintos jelzálók visszatérítési kedvezményt, illetve a mostanit a 3 plusz 3 millió forintos állami lakásfelújító programot. 10-12 millió forint. És most három gyerekről beszélünk. És három gyerekről beszélünk, így van. Az valóban jellemző tapasztalat, hogy igényli a család a falusi csokot is, és a babaváró támogatást is, és valahogyan beforgatják a babaváró támogatás összegét, azaz abból finanszírozzák előre a falusi csok támogatását, és aztán pótolják vissza a babaváró összegébe, ha még föl nem használták volna valamilyen más célra. Most éppen 5 éve költöztetek ide, azóta változott a falu lakosságának az összetétele? Többen lettek, igen. Sokkal többen költöztek ki a környékbeli városból ide falura. Egy csoporttal megnövesztették az óvodát, meg most már bölcsöde is van, eddig nem volt bölcsöde. Mert annyian ide költöztek, annyi bébi lett. Igen, születnek a gyerekek. Ez a népesség szám megmaradás, vagy fejlődés, vagy emelkedés, ez megmenthet egy óvoda, egy iskola létét, és további szolgáltatásokat generálhat, például egy kisbolt megnyitását is generálhatja. Falusi csok támogatottként, munkánként ütemezve adták be a számlákat, mára pedig már mindennel elszámoltak, így be is érkezett az 5 millió forint vissza nem térítendő állami támogatás a családi kasszába. Bizonyos részszámlákkal már bemehetünk a pénzintézetbe, hogy fizessék ki a támogatást a pénzintézet, és akkor ezeket újra be tudjuk forgatni, és aztán a végén pedig az utolsó részszámlák kiegyenlítésével le tudjuk zárni a folyamatot. Tupir mamit csak az bántja, hogy sokan azt gondolják róluk, hogy a pénz miatt érkezett a harmadik baba, pedig ők már a megismerkedésüktől, azaz 9 éve 3 babát terveztek. Azt gondolja, hogy mi azért vállaltuk a gyerekeket, hogy ezeket a támogatásokat megkapjuk, az én szerintem szégyellje magát. Mi alapból is 3 gyereket szerettünk volna. De hogyha már vannak ezek a támogatások, akkor miért ne élnénk velük? És a gyerekeknek is jobb, tehát az ő környezetüket is jó. Igen. Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. I know it's true, no matter where I go, I'm coming home to you.